köszönöm szépen neked, hogy elfogadtad a felkérésemet, és hogy így megtisztelsz, hogy még mielőtt elmész Borbélyhoz, utoljára láthatjuk a nagy szakálladat. Igen. És a mostani télit, mert minden télen megszoktad ugye növeszteni. Igen, körülbelül olyan 10-20 éve megy ez, hogy nyáron rövid, mert meleg, most a télen meg hosszú és igénytelen. Tehát ilyen homeless-szerű, vagy nem tudom. Tehát, hogy egyszerűen csak elkezd nőni. Nyáron meg ilyen körszakán szokott lenni, vagy ilyesmi. És valahogy ez kialakult, hogy ez hogy, azt már nem tudom, hogy alakult ki. 16 éves koromban növesztettem szakát, mert metál volt, és akkor valahogy azóta ez így működik. Volt, amikor nem volt, amikor olyan helyen dolgoztam, hogy nem lehetett vendéglátóiparban, akkor nem volt, és akkor utána megfogadtam, hogy mostantól mindig lesz, és most azóta is mindig van, meg előtte is. Hát ez nem egy ilyen, ez egy ilyen geekség. Akkor egyébként még nem volt divat a szakál, nem mintha ez számítana, csak hogy picit ritkább volt, mint most. De hát ez ilyen, meg hozzám is nőtt valahogy ez a szakáll dolog, nem tudom, szeretem. És hosszú hajat, az volt valaha? Hosszú hajam is volt, kérlek szépen, és úgy volt szakállom, hogy nem volt bajuszom, meg oldalt nem volt. Volt már ilyen hosszú szakállom egyébként, de csak innen. Ilyen pantera, tudod. Uh-huh. És akkor így nézett ki, és akkor olyan hátközépig érő hosszú hajam volt, mert kellett headbangelni. Igen. És akkor... Most már csak a szakállal. Most már csak a szakállal tudok headbangelni. De igen, és ez tök jó volt. Hát nem nagyon van hajam már. Uh-huh. Meg amúgy is ilyen ritka, meg hajlom is van rá, és hogy kopaszodok. És akkor az eltűnt, de a szakáll az megmaradt. Pedig szeretem a hosszú hajat lányba is, tehát szeretem, hogyha szép hajú lány headbangel, az szexi. Na, még azt akartam, hogy ha már így belekezdtünk a szakálladba, hogy te vagy Zsolti, a videó nézőimnek elmondom, hogy bármikor, amikor videómban azt mondom, hogy Zsolti ezt mondta, Zsolti azt mondta, vagy Zsolti így csinál, úgy csinál, akkor ő Zsolti. Azoknak, sziasztok, Zsolti vagyok. Akik esetleg nem tudnák, de szerintem azért elég nagy átfedés van a követő táborunk között, hogy itt mindkettőnket ismerik. De most lehet, hogy találkozunk olyanokkal, vagy látják olyanok, akik téged ismertek, csak engem nem, vagy fordítva. Igen, mert valahogy együtt kezdtük el, és akkor úgy is ismerkedtünk meg, hogy az én szempontomból úgy nézett ez ki, hogy már elég régen edzettem, én idősebb vagyok, mint te, egy kicsit, mit tudom én, 10 évvel, vagy 10 pár évvel, és akkoriban volt ez a fegyencedzés hülyeség, amiről majd még később akarok mondani dolgokat, és én alapvetően akkor súlyokkal dolgoztam edzőteremben. Akkor még talán nem is nagyon volt ez a kettlebell dolog, vagy akkor jött be, nem tudom, ez hányban volt, 2000, de akkor már volt kettlebell dolog. 12. Igen, akkor már beelleztem is, de és akkor ez volt a második nagy dolog, ami egy kicsit úgy felborzolta nekem a szeszélyeimet. És ezek nélkül tulajdonképpen én most nem lennék edző, hogyha ezek a dolgok nem jönnek be az életembe. Nagyon szerettem mindig edzeni, mert sokszor láttam a Konola Barbárt, de meg mindegybe csípődtek dolgok, de erről most nem akarok beszélni, mert a Balázsnál már elmondtam, és hogy
ez a fegyencedzés dolog, ez azért fogott meg, mert úgy viszonylag erős voltam az edzőteremben, meg jól ment az edzés, de ez a fegyencedzés dolog, ez meg rohadt nehéz volt. Mondjuk ilyen 110-130 kiló közötti emberről beszélünk, akkor egy kicsit máshogy néz ki a fekvőtámasz, meg a kézállásban nyomás, meg az egykezes fekvőtámasz. És én azt választottam, hogy a súlyokkal is dolgozom, meg bellezek, de hogy erős akarok lenni a saját testsúlyos edzésben is. És akarok tudni 100 fekvőtámaszt. És teljesen kikészültem, hogy én miért tudok csak 50 fekvőtámaszt, miért nem tudok 100 fekvőtámaszt. Meg miért nem tudok kézállásban nyomni. Amikor elég nagy súlyokat tudtam fejfelé nyomni kézi súlyzóval. Mennyi volt körülbelül? Hát akkor volt az a szint, hogy 240-es kézi súlyzóval tudtam csinálni 8-akat. Azt szerintem jó. Ja. Az egy testépítőnek is és elég jó szint. Szóval, de kézállásban nyomást meg nem tudtam egyet se csinálni, nyilván a testtudatom is más volt. De ez engem úgy egy picit felpiszkált, egykezes fekvőtámasz az ablakban nem volt, tehát hogy semmi ilyesmi. És akkor ezt elkezdtem kampányszerűen nyomni a súlyzós edzés mellett, és valahogy átformálta a szemléletemet. És akkor volt egy olyan sztori, hogy valahogy úgy nézett ki az életem, hogy egyetemnek, meg a doktorinak talán már vége volt, vagy nem is tudom, igen. És akkor dolgoztam valamit, talán könyvesboltban, és hetente háromszor lejártam edzeni súlyzóval, guggolni, meg deadliftelni, meg nyomni, meg ilyesmi. És akkor mellette meg belleztünk. Belleztünk, meg rohadtul nyomtuk ezt a fegyencedzést, ami tökre nehéz volt. És akkor ez annyira összeállt ez a dolog, meg annyira éreztem, hogy ez nagyon jó, meg annyira élveztem, hogy tök jó így edzeni, meg barátok is edzettek velünk, és akkor utána jó nagyokat ettünk munka után, hogy úgy gondoltam, hogy ezt meg akarom osztani másokkal. És akkor egy csomó blog volt, sajnos most már nincsenek ilyenek, meg én sem írok, tehát elég sokáig nem írtam, de most fogok, jó? Lesznek cikkek. Oké, srácok? Lesznek cikkek, terve van, meg lesznek írva. Hogy meg akartam osztani ezt, hogy így edzeni tök jó. És akkor megnéztük a többi blogot, hogy tanuljunk belőle, hogy ki hogy csinálja. Nagyon jó blogközösség volt, és akkor kezdtél te is blogolni. Igen. És mi a Flórával teljesen ki voltunk készülve, a kedvesem, szia Flóra, hogy ki ez a srác, 17 éves srác, és 20 tojást eszik meg egy ültő helyébe, és mit tudom én, úgy fejlődik, mint a rakéta. Tehát, hogy egy egészen elképesztő. Tehát akkor te dokumentáltad az edzéseidet, ilyen tök jó színes volt, meg rendszeresen voltak posztok, meg ilyen nagyon lelkes volt ez az egész. És hát mi is nagyon-nagyon lelkesen követtük, hogy ki ez, meg izé, és képzeld, a Jay most megcsinálta a 65 fekvőtámaszt, meg tehát így kibeszéltük, és hogy ez tök jó volt, és utána meg talán én nem is tudom, hogy hogyan találkoztunk először, hogy nem tudom most, hogy a fegyenszali volt-e az első. Na, akkor, erre nem emlékszem. De egyszer nálatok aludtam. Többször is nálunk aludtam. Igen, de úgy az első alkalommal gondolkodom. És akkor még teljesen hosszú... A New Dombon is voltunk edzeni. Meg. Szerintem ez a New Dombos, amiről majd rakok be képeket, és akkor... És akkor mentem, érted, a nem
tudom, hogy hova, a Népstadionhoz, vagy valami ilyesmi, ugye? Uh-huh. Na, és az tökre jó volt. Tökre jó volt, és nem voltál hajlandó sört inni. Igen. Azóta se rúgtunk be még. Igen. Akkor egyáltalán nem itt a hangot. Szóval igen, és az tök szuper volt így, van videónk is, de pont azon gondolkodtam, szembe jött a neten, hogy ez nem tudom, hogy hány éve volt, de akkor egy egész jó fényképezőgépünk volt, uh-huh. Borzasztó szar az a videó. Igen, most már egy krumplinak néz ki. Úristen, tehát nem tudom, tehát a telefonomban, közepes telefonomban, százszor jobb a kamera, mindegy. Szóval ez így rohadt jó volt, és akkor utána volt egy ilyen fegyencetszés csoport, ami annak idején még tökre aktív volt, és akkor ott csináltunk fegyencetszés első találkozót 2010-nek az elején. Vagy 10-nek az elején, az egyébként ezt... Nem tűnt, hogy 10-es évek, úgy értem, hogy 11-es. Majd kommentbe beírjuk, hogy mikor volt. És az egy tök jó korszak volt. Tökre jó visszaemlékezni, hogy úgy egy ilyen nagyon izgalmas, nagyon érdekes korszak volt. Akkor csináltam a tort. Edző termet, ott voltam szakmai vezető, vagy nem tudom mi, segítettem az egésznek felépítésében, és ott volt az első fegyenc találkozó, és akkor valahogy így alakultak a dolgok, és akkor utána meg magánzó edző lettem, te fölköltöztél. Mikor költöztél fel? Hát amikor végeztem a gimiben 13-ban, akkor 2013. szeptemberben jöttem fel. Úristen, az is 6 éve. Igen, és akkor végül is egy helyen edzünk, most egy helyen is tartunk edzést, és azt hiszem, hogy ennyi a sztorink. Sziasztok! Amit el akartam mondani, mert érdekes, és már el akartam mondani máshol is, meg akartam is írni róla, csak ugye az utóbbi években nem úgy volt, hogy én írtam, meg nem akartam magamról írni, hogy ez egy nagyon érdekes dolog volt, ez a edzőtermi edzés, kettlebell, saját testsúlyos edzés sztori. Tehát, hogy tök jó ezt csinálni, és tulajdonképpen most azok is, akik hozzám járnak edzeni, az old schoolerek, hogy ők is hasonló módszerrel dolgoznak, és akkor eszembe jutott többször is életemben, hogy mi lett volna akkor, hogyha ezeket nem kezdem el. Hogy mit tudom én, akkor 280 kilós deadlift lennem, vagy nem tudom. Tehát mi van, hogyha ugyanúgy edzőteremben edzek, az nem lennék edző egyébként. És akkor ugyanúgy a guggolás, deadlift, fejfelé nyomás, gépek, kézisúzó vonalon mozgok, hogy akkor mi lett volna, hogy jó lenne, vagy hogy milyen szép lenne ez az egész, vagy milyen nagy számokat tudnék összehozni, vagy milyen erős lennék, vagy nem tudom. Én nem panaszkodom, tehát viszonylag van a gyakorlatok, amiben erős vagyok, de ezen néha elgondolkodom, és van egy olyan, tehát vannak barátaim, akik erőemelésben, vagy fekvenyomásban, vagy zombákban versenyeztek, és éveket tettek vele, nagyon erős emberekről van szó, és azt látom, hogy mindenki, tehát ugye ennek ára van. Ja, pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy hatalmas számok lennének, csak eléggé fájnál minden. Igen, ezt egyébként
a Bárkányi Püstinek, a Samunak volt egy jó mondata, hogy a legerősebb embereknek vannak a legnagyobb fájdalmai. Hát ez nyilván így van. Ezt nem azt mondom, hogy nekem nem voltak sérüléseim, mert voltak sérüléseim. Az elkerülhetetlen, hogyha súlyokkal edzel, meg elkerülhetetlen, hogyha élsz. De hál' Istennek, hogy semmi ilyen nagyon komolyabb dolog nem volt, ami ilyen nagyon súlyos dolog. És akkor arra gondoltam, hogy ez tökre jó van így. Tehát ha szigorúan belegondolok, akkor éveket vesztettem ezzel, hogy elkezdtem ezt a kettlebellt csinálni. Mert akkor azt be kellett gyakorolni, én nem vagyok egy mozgásbajnok, alapvetően egész életem úgy állam voltam. Tehát nem az történik, hogy elnézek egy gyakorlatra, és akkor azonnal tudom, hanem ezeket meg kell tanulni, és akkor el is vész egy kicsit a lelkesedés a többi dolgok felé. Mert ez most új, és akkor ezt tanulom. És akkor most a 48-as kell nyomogatni, tehát hiába nyomkodtam én a két 40-es két is húzott ilyen 8-as ismétlésszámmal, amikor megkaptam a 24-es bellemet, az undorítóan nehéz volt, és akkor azzal ötöket nyomtam. Mert ki akarta csavarni a kezemet, és nem értettem, hogy működik. Tehát szépen így fel kellett ezeket a skilleket hozni, és tulajdonképpen így mentek el évek a nagy súlyos, súlyzós alapgyakorlatoktól. És akkor ugyanez a saját súlyos edzéssel. Tehát az még undorítóbb volt, mert nagyon akartam csinálni 20-30 push-upot, és kurvára nem akartam lefogyni 20 kilót, mert hogy sokkal könnyebb lett volna. Ja, inkább erős, hogy hozzá. És akkor erősödjek hozzá, igen, és hogy én, hát te végignézted, mert hogy dokumentáltam az edzéseimet, meg labdi kapcsolatban voltunk. Szóval ez egy nagyon élvezetes, meg nagyon hálás utazás volt. Ami nélkül ugye megint mondom, hogy nem lennék edző. És akkor arra gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha ez így volt jó. Ez így volt jó szerintem, mert változatos edzéseket csináltam, és nem a specializációt. Tehát, hogy minél jobban specializálódik valaki, annál jobban alakulhatnak ki súlyosabb túlhasználati vagy ilyen fáradásos sérülések, kisebb kellemetlenségek, vagy komolyabb kellemetlenségek. Tehát például egy erőemelő, aki mondjuk belerak az erőemelésbe x évet, az akkor 3-4 centivel alacsonyabb lesz utána, mert egyszer összenyomja a gerincét, hogy aztán itt ez mítosz-e vagy nem, én ezt egyébként elhiszem, de hogy úgy hatnak a testére a dolgok, vagy van egy barátom, aki fekvenyomásba versenyzett natúr szinten elég sokáig, és akkor ott összetudott magának kaparni egy 180 kilós fekvenyomást, azt hiszem, ami Isten királyság, de tulajdonképpen lófasz, hogyha beleraksz mondjuk x évet, és akkor az az eredmény, hogy itt nem nagyon vannak már porcok, hanem a csont a csonton működik. Hát ez nagyon kellemetlen. Mert hogy mindig azt, és mindig abban a síkban, mondjuk képzeld el, hogy csak fekvőtámaszt csinálsz egész életedben minden nap állat. Tehát ez nem jó. Yeah. És akkor tulajdonképpen ez egy ilyen sikersztori, mert hogy elkezdett strongmankedni, és az egy változatos sport. Uh-huh. Tehát ott nem az van, hogy mindig ugyanaz, hanem hol dobják, hol cipelik, hol fölrakják, hol ezt a súlycipelet, hol ülőt cipelsz, hol mit tudom én.
meg ott általában a fej felé nyomások van, és vannak, és akkor ott még jobban, tehát a fej felé nyomni tud rendesen, fekve is tud egyébként nyomni. Szóval ennek kapcsán gondoltam azt, hogy ez tulajdonképpen jó volt így, és egy csomó mindent elengedtem. Tehát egy csomó gyakorlatban, még évekkel ezelőtt elvesztettem a motivációmat a deadlifttel kapcsolatban. Azért is nem történik semmi a deadliftemmel. És bizonyos dolgokat szeretek, meg fókuszálok rá, de az a cél, hogy ezt még csináljam egy olyan laza 30-40 évig, de inkább 30, mert tudom én, mert meglátjuk, hogy mennyi lesz. 40 év múlva felveszünk egy videót az öregek otthonából, a J-jel, és akkor lesz valami. És akkor fenntartsam azt, hogy én tudok mozogni, erős vagyok, fenntartsak egy izomtömeget, és tudjak edzeni. Tehát tulajdonképpen ez a cél. Meg vannak dolgok, amikkel csak az a célom, hogy legyen. Tehát nem állapíthatsz meg minden gyakorlatban célokat, meg nyilván nem versenyzek, meg nem is kifejezetten erőzök össze-vissza. Például a húzóckodás az azért van a programomban, hogy legyen. Nem vagyok most ebben nagyon jó, de éppen most befagyok, szemmel láthatóan, éppen most epercben is. És akkor jobb lesz. De jelenleg az a cél, hogy a deadlifter is egyébként ugyanez ez a célom most, hogy legyen hetente egyszer húzok, nem olyan nagy súlya, trebbárral, mert az kényelmes, és hogy egyszerűen meglegyen a mozgás minta. Szerintem azért akartam ezt elmondani, mert szerintem ez talán másnak is nem tudom, gondolatébresztő, vagy tanulságos lehet. Aztán majd, nem tudom, bekommentelnek valamit, vagy befikáznak valamit. Azt akartam kérdezni, hogy főleg a nem old school-eleknek, mert akik akár tudják, hogy mi az old school, és viszont nagyon sokan ismerik a crossfitet, és akkor azt mondják, hogy saját testvérkedve, súlyzó, akkor a old school az crossfit, vagy akkor miért nem crossfit? Hát, nézd, igen, tehát van egy ilyen, hogy ez a keresztedzés, ez bejött, és ezt a keresztedzést, ezt nagyon könnyű csinálni. Tehát összedobálsz gyakorlatokat, amiket a WC-n láttál egy videót egy YouTube-ról, és akkor az lesz, vagy legyen inkább egy köredzés, az még könnyebb, azt is ugyanígy random 3 perc alatt meg lehet csinálni a napi edzést, és akkor majd jól elfáradnak az emberek, és az úgy lesz. A crossfit az egy kicsit bonyolultabb téma, és akkor erről elég sokat lehetne beszélni. Elég vitatott is. Nekem nagyon sok minden nem szimpatikus a crossfitben. Igen, az is több modalitással dolgozik, tehát több eszközzel, több mozgásformával dolgozik egy azon edzésen belül. De tulajdonképpen nem ez a lényeg. Tehát úgy néz ki a crossfit, hogy ideális esetben, hogy képességeket fejlesztenek, és akkor azon képességek közül, amik már jól mennek, például a húzózkodás, kettlebell swing és a gép, koncert 2 gépe nevezés, tehát hogyha ezek megvannak a skillek, akkor ezekből létrehoznak ilyen köredzésszerű feladatokat, ami tulajdonképpen egy standard. Tehát ez a vodozás, az nem cél, hanem azzal mérsz, azzal a fitséget méred, hogyha megfelelnek a skillek.
Most ehhez képest a legtöbben a VOD-ban, vagy nagyon sokan a VOD-ban tanítják meg a skilleket, hogy megérkezel, bemelegítesz valahogy, ha bemelegítesz, és akkor az legyen, hogy 20 dobogzra ugrás, 200 méter futás, 50 felülés, 20 percig, vagy most mondtam egy hülye példát, nem biztos, hogy így akarok edzeni, vagy hogy tetszik, hogyha bárki is így edz. Olyat is láttam egyébként crossfiten, egészen elképesztően szar, hogy megérkeztek az emberek, mondjuk egy csoportban nem 10 voltak, hanem 20-an, mert hogy a crossfit az egy tök jó hívónév, és az egy szuper, szuper elit, legszuperebb, legfittebb, legfaszább dolog a világon. És akkor azt mondta az edző, hogy az első feladat 120 ockodás. Most a 20 ember közül tudott 20 ockodni 10-et 3, 5-öt 4, a többi meg egyáltalán nem tudott 20 ockodni, és akkor én mit csináljak? Hát akkor te próbáld. Szerintem ez nagyon rossz. Szerintem ez nagyon rossz. Tehát ez úgy néz ki, hogy és ezt többen is nagyon jól csinálják, hogy felépítik a skilleket, főleg mert olimpiai súlyemelésről beszélünk. Én úgy gondolom, hogy nettó ostobaság olimpiai súlyemelést magas ismétlő számban csinálni. Ez összecseng egyébként több, nálam sokkal okosabb embernek a véleményével, de persze ez semmit sem jelent. Szóval egyszerűen maga a súlyemelés, ami a crossfitben a legjobb dolog talán, az azért alakult ki, hogy egy robbanékony mozdulattal, nagyon sok skillt igénylő mozdulattal egyszer a legnagyobb súlyt fejfelé nyomd. Tehát nem kondicionálásra van, hanem max. 3-5 ismétlésig mennek föl a súlyemelők is. És egyébként, hogy ez az egyik legjobb dolog a crossfitben, tök sokan, akik crossfiteznek, abban hagyják a crossfitet, és utána olimpiai súlyemelésben kezdenek versenyezni. Mert az egy nagyon fasz a dolog, az egy tök jó. Én például, nekem ez egy arkánum, én ezt nem tudom, meg nem is akarom megtanulni. De hogy nagyon szeretem nézni, meg nagyon nagyra becsülöm a súlyemelőket. De ettől függetlenül, hogy attól eltekintve, hogy azt mondtam, hogy nettó fasság magas ismétlésben súlyt emel és vállalom, attól eltekintve ismerek nagyon jó crossfit edzőket, akik maximális biztonsággal felépítve a dolgot, úgy használva a crossfitet, ahogy azt kéne, csinálják, ez a keveset. Tehát találkoztam egy csomó olyan emberrel, aki mondjuk akár hozzám jön edzeni, hogy te mit edzettél, crossfiteztem meddig, egy évig, vagy nem tudom. Nagyon rossz állapotban lévő emberekről beszélünk, nagyon rossz mozgáskészségekkel, egyáltalán nem tud mozogni. Hát ez egy ilyen... Szerintem ez nem jó történet. Most ezzel szemben, amit mi csinálunk, ugye azt mondtam, hogy a specializáció nem jó, vagy a specializáció jó egyébként, abszolút mértékben, hogyha valaki sportol, vagy olyan céljai vannak, tehát a specializáció jó, de ára lehet. Amit mi csinálunk, az egy olyan fajta kondicionálás, hogy egyébként hasonlóan a crossfithez, hogy a különböző képességeket rotáljuk. És egyébként van egy teljesen hagyományos erőedzés, amit csinálunk, egy nagyon kicsi kondicionálás, ilyen tüdő vagy erőálló képességi munka, de az edzésnek a nagyon nagy része az egy erőedzés. Amikor veled dolgozunk együtt, tehát olyan programot követsz, amiben esetleg benne van a kezem, akkor az a fajta erőedzés, ami kiteszi az edzésnek a nagy részét, és akkor ebben nagyon könnyen lehetnek saját súlyos erőelemek, vagy rúd, vagy kettlebell, és akkor ezeknek a mixei. De ami talán még fontosabb,
és ezt a kanyart ezt nem mindenki tudja bevenni, mert hogy az emberek elfoglaltak, és néha kimarad egy-egy edzés, ami egyébként teljesen rendben van, de hogy én általában tudom, hogy fél egy évre előre nézve milyen edzésprogramokat fognak csinálni a csoportok. Nálam fix csoportok vannak kb., nem nagyon van lemorzsolódás, ami tök jó, és akkor lehet nekik tanítani dolgokat, vagy el lehet őket juttatni A-ból B-be. Tehát hogyha kiemelhetek valamit, vagy amit látok azoknál, akik mondjuk egy kettlebelles vonal felől lesznek old school edzők, vagy hasonló, hogy ők azon esnek szét, hogy a tudatos edzés tervezéssel mennyire jó eredményt lehet elérni. És hát igen, a tudatos edzés tervezéssel rohadt jó eredményt lehet elérni, tulajdonképpen ebben hiszünk. Tehát váltogatjuk ezeket a modalitásokat ugyanúgy, de nem az edzés nagy részét az erőálló képesség veszi el, illetve nem csak erőre edzünk, mert nem vagyunk erőemelők sem, hanem igenis izomra is edzünk, bár az izom az mostanában le van járatva, mert sajnos a testépítés egy olyan állapotban van, hogy már senki nem akar úgy kinézni, mint a testépítők, mert ők inkább emberállatok vagy szörnyek, hanem hogyha megnézel egy Avengers-t, vagy egy, jaj. Mit tudom én, milyen, a Momoa, vagy Momoa. Jason Momoa, jaj. Vagy, tehát nem véletlenül nem testépítők játsszák a szuperhősöket, mert senki nem akar úgy kinézni, hanem ez az atlétikusabb, ez a szebb test, ami egy kicsit ember közelít, az sokkal kívánatosabb. Szóval, hogy igen, valamennyire állóképességre is edzünk, bár hogyha valaki állóképességre akar edzeni, akkor menjen el futni, vagy úszni, mert azt nem csinálhatom, hogy az edzésből fél óra vagy 50 perc, ami egyébként annyi kéne, hogy legyen egy kocogás, vagy egy evezés, vagy egy ilyen steady state kardió. Azt nem csináltam, hogy bemelegítünk a futópont, légy szíves, és akkor majd lefogysz, mert nem. Hanem, hogy ilyen old school erőedzést csinálunk. Miért old school? Azért old school, mert hogy olyan dolgokat, meg olyan módszereket, talán a módszerek fontosabbak, mint az eszközök, használunk, amik már bizonyítottak. Tehát most ki tudja, hogy fognak-e találni bosulabda kövületeket, mit tudom én, 500 év múlva a régészek, de lehet, hogy kettlebellt fognak. Vagy 2000 év múlva valószínűleg fognak az emberek csinálni fekvőtámaszt, meg húzockodni fognak. Tehát ezek olyan dolgok, ami lehet, hogy nem annyira szexi, de szuper hatékony, főleg a húzockodás az egyik legfantasztikusabb gyakorlat, amit a testen lehet végezni, vagy a deadlift, vagy egy könnyű vagy nehéz guggolás. Szóval ez így néz ki, és akkor ugyanakkor mondjuk eljön valaki edzeni, mert jó, de ezt te is látod, hogy jobban akar kinézni mesztelenül, nem mint ruhába, hanem mint két hónapja mesztelenül, és akkor azt látod, hogy egyáltalán nem tud mozogni. Tehát nem tudod terhelni, mert tudjuk, milyen az általános iskolai, meg a tudom én milyen testnevelés oktatás, meg mozgásszegény élet. És ő erős akar lenni, tehát leginkább jól akar kinézni már holnapra, meg tegnapra, csak egyáltalán nem tud mozogni. És akkor sajnos az van, hogy meg kéne tanulni mozogni, hogy húzd fel magad. És akkor mondjuk egy lány esetében, ami szuper szexi húzockodni, az meg fél egy-két év, ahogy megtanulja. Egy guggolás, mondjuk aki
közepes képességű, az egy 2-3 hónap alatt tud már rúddal guggolni. De aki meg olyan, hogy nem, az egy fél év után, vagy egy év után is kis kettőben legugol, vagy lehet, hogy dobozra guggol, hogy azért guggoljon, meg tanulja, meg nyújtogat, de hát a közelében nem megy annak, tehát nem arról van szó, hogy hát akkor sziasztok, itt a 120 ockodás, ott van egy rút, 200 kg fölpakolva, nem baj, ha nem megy, csak próbálgass, és akkor ezért, hát... Ja, most már 280-ra is el lehet. Pláne, most igen, vannak új tárcsák, és az még jobb, és sokkal biztonságosabb lesz a trebbára, mert úgyse azt se tudja felemelni, azt fölrakjuk 280-ra, és akkor majd a trebbára sokkal biztonságosabban lehet, majd így a csigolyák így pattognak majd az edzőteremet. Jöhetnek a villámkérdések? Villámkérdések, jó. Most akkor jól meglepsz, és akkor zavarba hozol, mert tudod, hogy engem lehet. Muszáj választani, tehát nem lehet azt mondani, hogy mindkettő. Majd legfeljebb még egyszer felvesszük, és akkor... és akkor már annyira villám lesz, hogy őrülök. Izom vagy erő? Izom. És miért? Hát ez már nem villám, hát azt mondtad, hogy villám kellett mondani. Hát ez csak úgy, hogy hirtelen jön a kérdés, de aztán kifejtjük. Aha. Erőre edzeni könnyű. Emelj súlyokat. Erős leszel. Emelj súlyokat. Gyakran, nehezett. És akkor erősebb leszel. Izomot növelni nagyon durván nehéz. Undorítóan nehéz. Naturál emberekről beszélünk, akkor meg elképesztően nehéz. Tehát, és klappolnia kell a pihenésnek, klappolnia kell az étkezésnek nagyon durván, ami az átlagember számára a legkövethetetlenebb és a legnehezebben megoldható, meg az edzés stimulusnak is. Főleg idősebb korban lesz ennek majd értelme, hogy amikor ez a szarkopenia nevezetű jelenség kialakul, alacsonyabbak a hormonszintek, és izomveszteség alakul ki. 40 éves kor fölött ott már elég jelentősen megindul, aztán 50-től 60-ig picit lassabb, és akkor onnantól meg megint gyorsabb lesz. De ez nem csak így, tehát nem csak emiatt van. Egyszerűen erőre edzeni veszélyesebb. Hát ez sajnos ilyen, szeretünk attól meg erősek lenni, de nem feltétlenül akarunk erőemelő világbajnokságot tartani azok között, akik messze van akarnak jól kinézni. Ez nem jelenti azt, hogy az embereim nem erősek, borzasztó erős emberek járnak hozzám, de ezt úgy intelligensen építjük fel, illetve az nem lehet teljesen etikus, hogyha én szeretek erőre edzeni, vagy szeretem erőre edzetni az embereket azért, hogy az embereim erősek legyenek, és ezért az én egómat kielégítsük. És akkor az edzés amúgy is elég veszélyes önmagában is, hogyha 10-eket meg 15-öket guggol, akkor is önmagában bármi baj történhet. Tehát, hogyha annak rovására akarom kielégíteni a saját egómat, hogy ő tulajdonképpen jobban akar kinézni mesztelenül. Tehát ő azért fizet, hogy izmos legyen, ami alapvetően elég nehéz. Ez nem jelenti azt, hogy az embereim nem deadliftelnek 200 fölött, nem nyomják ismétlésre a 48-ast, meg tehát nagyon erős emberek járnak hozzá, de igen, egyébként volt egy olyan, hogy eljött hozzám edző, és akkor mondta, ez tök jól megvilágítja, nem mondom el, hogy ki volt az, ez tök jól megvilágítja ezt a dolgot, járnak hozzám edzők is edzeni, hogy ellessék a trükköket, amik nincsenek, és azt mondta, hogy én erős akarok lenni. Jól van, Béla, nem Béla, mindegy, mi nem erőre edzünk. Úristen, hát a Facebookon, meg a...
ne, hogy leszek most erős? Jó, hát oké. Okay. De hogy akkor most mi lesz? Hát semmi. Most nem vagyunk erőmelők, és akkor... De akkor most hogy vagy? Tehát nem tudja, nem tudta hova tenni. Tehát ilyen óriási diszkrepancia, meg egy világ omlott össze benne. És akkor mondták, hogy gyere, nézd meg. És akkor... Megnéztek, csak valami kettőbelles, mit tudom, ilyen fogalmas nincs mi volt. Teljesen kikészült az ember. És akkor azt edzés végén odajött, és azt mondta, hogy jó, ti nem erőre edzetek, akkor miért én vagyok a leggyengébb? És akkor ezek az emberek mióta edzenek? Egy-két éve edzenek. Ő meg 5 éve edzett erőre. És akkor igen, az embereknél a pörgető alatt, meg mit tudom én, tehát ilyen 32-es, 28-as golyókkal dolgozott a többség, mert egy régi brigád volt. És akkor ez óriási meglepetés volt, hogy nem erőre edzünk, de kurva erősek vagyunk. Hát igen, ez így van, mert hogy váltogatjuk a modalitásokat, meg a módszereket. Tehát nem edzünk pure erőre, de erősek vagyunk. Ahhoz képest, hogy hetente 3x1 óránk van. Nem tudom, hogy ez mennyire volt a találó. Ez jó, tök jó szerintem. Megtörtént esemény. Na, a következő. Hogyha csak az egyiket lehetne választani, saját te súlyba súlyzol. Súlyzol. Bocs. Nem baj. De nincs rossz válasz, vagy jó válasz. Igen, igen. Aztán lehet, hogy mást fogok mondani majd, hogyha az Örökök otthonában 30 év múlva vesszük fel. Mert hogy bizonyos dolgok, meggyőződésem, hogy könnyebben fenntarthatóak. Tehát lehet intelligensen nagy súlyt emelni viszonylag idős korban, de vannak dolgok, amik nem biztos, hogy akarok, tudom én, 70 évesen nehezet emelni rendszeresebben. De vannak dolgok, amik fenntarthatóak. Tehát én úgy tudom elképzelni, hogy mondjuk akkor olyasmi lesz, hogy kézisújzó, jóga, saját testsúlyos edzés és átmozgatás, vagy mézbel indián klub, ami tökre alkalmas arra, hogy fenntartsa a mobilitást, meg az egészet. Most tök érdekes, ugye mi egy szállodában vagyunk, és akkor reggel tartottunk, vagy tartottam edzést, és akkor lejött egy papa, amcsi papa, edzeni. Hát olyan 80 és a halál között. És tök intelligens dolgokat csinált, viszonylag modern szemléleti dolgokat csinált, intelligens dolgokat csinált, és akkor odament és tolóckodott 10-et. Akkor az emberke nyomott fekve 40 kilóba 4-eket, a papa odament a 40 bemelegítés nélkül, és akkor belenyomott a 40 kilóba 10-et. Meg így nyújtogatott, meg gumikötél, tehát ilyen tök érdekes dolgokat csinált. És akkor utána így találkoztunk vele, és azt mondta, hogy kicsit dumáltam vele, és mondta, hogy 58-ba kezdett edzeni. 60 éve, vagy nem, annyi? Valami ilyesmi. Tehát valahol ez a cél. Valahol ez a cél, és ebből a szempontból mindegy, hogy saját testsúly vagy súlyzó. De hát azt nem tudom, mert súlyzó az ilyen személyes. Na, egyébként is az utolsó villámkérdés az pont erre vonatkozik, hogy van az elhíresült mondásod, hogy a célod az, hogy erős és egészséges és szexuálisan aktív 60 éves szeretnél lenni. Igen, ebből a szexuálisan aktív a legfontosabb. Na és akkor nekem meg az a kérdésem, hogy a 60 éves korodban mi lesz a következő cél? Hogyha ez meg... Hogy 80 évesen is szexuálisan aktív legyek, még le van szarva, hogy erős vagyok-e. Vagy nem tudom, szerintem nem tudom. Igen, hát ez egy olyan mondás, ami találó arra, amit én csinálok, vagy amit próbálok az emberekből kihozni. Azt próbálom az emberekből kihozni, hogy ők is rájöjjenek erre.
vagy hogy úgy elindítsam őket, hogy mindegy, ha már nem edz nálam, mert máshová sodorja az élet, meg engem is máshová sodor az élet, hogy ő azért még edzen. Tehát az a heti 2-3 óra, 2-3-szor 1 óra nem hiszem, hogy nem fér bele, vagy otthon guggolás, fekvőtámasz és húzockodás, tehát hogy pont megcsináltál mindent. Vagy hogyha az elégít ki, akkor mennyi, vannak olyan furcsa emberek, amilyenek például nem én vagyok, hogy ilyen skill-ek elégítik ki. És akkor csináld azt, rakjál bele egy évet a muscle-upba, vagy rakjál bele egy-két évet a egykedes húzockodásba, vagy a egylábas guggolásba, és akkor azzal szórakozzál el, tök jó. És akkor arra élvezkedjél, tehát neked az lesz a célod, ez maga ez a skill, és közben meg mozogsz. Csúcs szuper szerintem. Tehát viszonylag kevés mozgással. Van a Dan John nevezeti faszé, akit én nagyon szeretek, azért is, mert ő is bölcsész, meg szereti a viszkit. De hogy neki van egy olyan mondás, amit szintén nagyon szeretek, és ez úgy hangzik, hogy keveset gyakran hosszú távon. Szerintem ez nagyon jó. Tehát, hogy évtizedekben gondolkodunk. Le van szarva, hogy most júniusra kockás hasad lesz-e, mert hogy úgy se tudja senki. Tehát most 30 év múlva fog számítani, hogy neked kockás hasad volt 30 évvel ezelőtt? Rohadtul nem. Vagy hogy sikerült az egykedes húzockodás? Akkor már nem fogsz egykedes húzockodni. De hogy tönkretetted-e magad az edzéssel, tehát hogy tudsz-e még mozogni, az fog számítani, szerintem. Tehát ilyen nagyon kevés, ki van még? Ernő Bá. Uh-huh. Ernő Bá megint zseniális, vagy Jensz edzés találkozón volt a öreg papa, vagy hát idős, bocs, Ernő Bá. mutathatok trükköket? Mutass el Ernő Bá. Húzózkodhatok egy ujjal? Légy szíves, Ernővel. Tehát most mit mondjak? Elmebeteg szinten volt az Ernővel, Rokku. És kérdeztük, vagy nem is tudom, volt vele interjút, vagy, de valami cikk volt, vagy nem tudom, valami volt. Biztosan valami beszélgetés. Hogy mi a titka Ernővának, meg hogy mit csinál. És akkor azt mondta Ernővel, hogy amennyi jól esik. Hát ez csodálatos. Szóval nézzetek ebből a videóból annyit, amennyi valamit. Itt a végén elmondjuk. Nem tudom. Vége? Szerintem ez így kerek lett. Köszönjük Csá. Szépen. Én köszönöm. Hogy úgy. Az. És akkor... Most már csak a szakállal. Most már csak a szakállal tudok hátban járni.